Sziasztok! Ma a bitcoinról szeretnék beszélni egy kicsit. Pontosabban a kriptovalutákról, úgy a mindegyikről, vagy a kriptopénzekről. Nem alapvetően arról szeretnék beszélni, hogy mik ezek, vagy ilyesmi, egész pontosan, hanem arról, hogy milyen tévhitek vannak ezzel kapcsolatban. Azért mondok bitcoint egyébként, mert úgyhogy kriptopénzek úgy nem biztos, hogy ismerős mindenkinek, de az, hogy bitcoin, szerintem arról már nagyjából mindenki hallott ezt-azt, és pont ez a lényeg, hogy ezt-azt. Tehát pont ez az, amit szeretnék most eloszlatni, ez az a tévhit. Na most ugye az első és legfontosabb az ezzel kapcsolatosan, hogy ez illegális. Na most ez úgy, ahogy van, nem igaz, ez baromság. Ugyanaz a szitu egyébként, srácok, mint már annak idején már a VHS-sel is volt ilyen, amikor másolták, tudjátok, és ugye mindenki terjesztette, az ember egyszerűsít, ugye? Azt terjesztette akkor mindenki, hogy hú, hát a másolás az illegális. Akkor sem a másolás volt illegális. Az illegális másolás volt illegális. Tehát jogdíjas anyagokat másolni engedély nélkül az volt illegális, mint ahogy így van ez ma is. Meg letölteni is dettó. A letöltés sem illegális. A torrentezés sem illegális. Egyáltalán nem illegális a torrentezés. Az egy másik kérdés, hogy általában ugye a trackereken, stb. Tehát nem a trackereken, tehát ugye nem azok tárolják, de lényeg az, hogy azt segítik elő, hogy tehát általában azt segíti elő a torrentezés, hogy illegális anyagokat osszanak meg egymással az emberek saját gépeikről. Na most ugye az másik történet, hogy mondom, tehát ettől függetlenül maga a torrentezés nem illegális. Tehát, most ugyanez, hogy néz ki a kriptovilágban? Ugye a kriptovilágban nagyon sok illegális tevékenységhez használják a kriptopénzeket, bitcoin például, de ugye tehát most már azért ez többedik videóm a témában, már most kezdjük el megszokni, nem csak bitcoin van. Rettenetes mennyiségű altcoin van, tehát alternatív coin, ami ugye nem a bitcoin, hanem annak különböző leágazása is, a többi, meg egyéb más coinok. És itt naponta jönnek létre, tehát igazából nem, tehát ez a kriptopénz világa, vagy kriptocoinok világa gyakorlatilag, amiről szó van. Tehát ezt kellene megérteni, hogy maga a bitcoin, meg maga ez az egész világ, tehát aki ezzel foglalkozik, bányászik, trédel, tehát tőzsdézik úgymond vele, kereskedik, befektet bele, az nem bűnöző, és nem követel semmiféle bűncselekményt. Ezt nagyon jó lenne felfogni, mert akkor már mozdultunk valamit előre az ügyben, hogy az embereknek a fejébe egy kicsit helyre rakjuk a sok butaságot, amit egymásnak belebeszélnek, ugye? Mert ugye ezek általában így terjednek, az egyik hal valamit, abból lesz egy fél információ rögtön a fejében, amit elkezd terjeszteni, az már egy negyed információ. Hát tudjátok a pletykának, de majd biztos fogunk erről is beszélni, mert nem biztos, nagyon sok fiatal követ, illetve néhány követőm között nagy arányban vannak, látom, fiatalok, akinek valószínűleg ezt még el kell magyarázni, mert senki nem fogja. Tehát ezeket nem fogja megtanulni senki az iskolában, sajnos, ha csak nincs akkora mázlia, hogy ilyesmivel foglalkozó tanára van, aki esetleg osztályfőnöki órán vagy lazább percekben erről beszélne neki. Szóval ezeket kell, hogy valaki elmondja a fiataloknak, mert nem nagyon veszi rá senki a fáradtságot, hogy elnézem. Na, úgyhogy a lényeg az, hogy szó sincs arról, hogy ez illegális tevékenység lenne. Bármiféle kriptopénzekkel összefüggő ténykedés, és akkor nézzük meg akkor, hogy néz ki a dolog, hogy mégis mi az, ami az illegális része a dolognak, hogy miről, mi miatt is terjedt ez el. Amiatt terjedt el, mert ugye van azt már biztos hallottátok, vagy tudjátok, hogy van egy úgynevezett dark web az internetnek egy úgymond sötét oldala, úgy szokták emlegetni, amihez mondjuk a Tor böngészővel lehet hozzáférni, de ezt is már nyilván nagyon sokan ismeritek, hiszen a fiatalok ezt hamarabb megtanulják, mint azt, hogy a bitcoin nem illegális. ezt megtanulják, ugye? Hát ez így szokott ez lenni, ez így volt a mi időnkben is természetesen. Szóval
itt fegyverkereskedelem zajlik, pornó, ugye a pedofiloknak ez most ugye, tehát ezt mondjuk még sokan hallották is, mert híradó tele van vele olykor-olykor, a pedofiloknak is egy nagy ilyen gyűjtőhelye, mert ott ugye olyan illegális tartalmakhoz lehet hozzáférni, amikhez ugye egyébként máshol nem. Ugye ott a mélyweb, vagy a dark webben ez így van tárolva. Na most a lényeg az, hogy itt ugye nagyon sokan használják a bitcoint, főleg, de egyéb altcoinokat is, de főleg a bitcoint. Ugye ethert szoktak még meg ilyesmi, tehát komolyabb coinokat, de ugye alapvetően bitcoint. Bitcoinért árulnak tartalmakat bizonyos emberek, illetve kábítószer, fegyverkereskedelem, stb. Is megy ebben, ugyanis ugye az a tulajdonsága van neki, hogy tulajdonképpen ez egy nem létező, hivatalosan el nem ismert valuta, amiben ugye az emberek megegyeztek, hogy elfogadják, és ez óriási erő, tehát ugye ez hatalmas erő van ebben, mert hogyha elfogadják, és fiat pénzekre lehet váltani, tehát dollárra, euróra lehet váltani, onnantól kezdve ezzel igenis lehet fizetni. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. Na most ezért tud ez alkalmas lenni ilyesmire is. Ettől függetlenül, mondom, nem illegális, tehát ez egy butaság, egy irtózatos butaság ezt hinni. Nem tudom, érthető volt-e. Van, úgy szoktuk, ezt többen felhozzák ezt a példát, és nagyon érdekes, hogy nekem is rögtön ez jutott eszembe, amikor először meghaltam, hogy ugye a konyhában otthon vannak késeid, ugye? Elég nagyok is vannak, ugye? És az ugye vág is, elég rendesen élesek, hegyesek, ugye? És tudtad, hogy azzal lehet embert ölni? És akkor neked, ha vannak késeid, akkor szoktál embert ölni? Tehát nem tudom, értitek? Tehát nem szabad ennyire egyszerűen gondolkodni ezekről a dolgokról sem, meg nagyon sok mindenről jó lenne, nem gondolkodnának egyszerűen az emberek. Tehát attól, hogy valakinek vannak késői a konyhában, és azok alkalmasak emberölésre, ettől ő még nem gyilkos. Tehát az a tevékenység, amit csinál a késekkel, ugye, az még nem gyilkosság ettől függetlenül, hogy szeleteli a húst meg a zöldséget. Remélem a lényeg átjött. Tehát ami a lényeg, ami a legfontosabb, a bitcoin egyáltalán nem illegális, az altcoinok, tehát maga a kriptopénz piacban való mozgás részvétel az egészben, a tőzsdézés vele egyáltalán nem illegális. Nyugodtan lehet nyomni, nyugodtan lehet csinálni, a bányászat egyáltalán nem illegális, köze nincs ehhez, hogy illegális lenne. Az más kérdés, hogy egyesek ezt mire használják föl. Az az ő nyomoruk, azzal, aki ebben részt vesz, annak nem feltétlenül kell foglalkozni. Úgyhogy azért mondom, hogy nyugodtan, aki esetleg akar, be lehet vágni, nem biztatok senkit, mert általában ennek az szokott a vége lenni, hogy nem járnak utána, beleugranak, és akkor irtózatos nagy butaságot csinálnak. Azért mondom, hogy biztatni nem biztatok senkit, de az a lényeg, hogy az, hogy attól való félem, hogy ez illegális, az senkit ne tartson egyrészt vissza. Másrészt meg azt figyeltem meg egyébként, abból jött az egész ötlet, hogy erről videót csinálok, hogy ismerőseimnek elmondtam ezt, hogy ezzel foglalkozom, és láttam az arcukat, hogy teljesen így megváltozik, és így hú, és így, hú. És láttam rajta általában, hogy ők is csak ennyit tudnak az egészről, vagy ennyit vélnek tudni az egészről, hogy hát ez illegális, és akkor olyan, hú, biztos, és akkor biztos, és mindenki ugye, az első kérdés mi, hogy láttál már belőle pénzt? Ugye vagy illegális, ez terjed, vagy ugye a másik tévhit még, amit majd egy másik videóban talán fogok róla beszélni, az, hogy ez egy ilyen kamu, meg MLM, meg ilyenek. Tehát ilyenek szoktak még lenni, hát erről majd még egy másik videóban szerintem beszélek, az valószínűleg rövidebb lesz. Na, szóval nem illegális, hülyeség, ne terjesszétek ezt a marhaságot legalább ti, akik megnézik ezt a videót. Szevasztok!